Sziasztok, Peti vagyok, és az ABBA Group média csatornát nézitek. Ez a Da Vinci Resolve-ot bemutató második rész, amiben a timeline érdekességeivel foglak titeket megismertetni, és nyújtok hasznos tippeket, tanácsokat. Az első, ami biztos mindenkinek feltűnt, és borzasztóan idegesítő tud lenni, hogy régi hagyomány szerint a timeline egy órától indul, és nem 0 óra, 0 perc, 0-0 másodperctől. Ez abból az időkből maradt ránk, amikor nagy videóstúdiók egy órás kazettákra vagy lemezekre, vagy szalagos adatrögzítőre mentették az adataikat, és így gyakorlatilag az egy óra az az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, és így tovább adatrögzítőt szánták visszatükrözni. Ezt természetesen át lehet állítani. Mégpedig a média poolban a timeline-ra kattintunk jobb gombbal, a timelines menüpont alatt be lehet állítani a starting timecode-ot. Amennyiben a starting timecode-ot átállítod csupa nullára, akkor nullától fog számolni a szoftver a további vágás alatt. Látható, hogy a timeline gyakorlatilag két részre van osztva ezen a vonalon. Az alsó zöld sáv az a hangsáv, fölül pedig láthatóak a kép sávok. Ha beillesztett fotó fölé mozgatom a kurzort, akkor látható, hogy a fotó az a videófájl fölött helyezkedik el, és az alatt kitakarja a videófájlt. Ezeket az elemeket az egérrel lehet jobbra-balra mozgatni. Viszont a videó egy sáv alá nem tudsz beszúrni másik sávot úgy, mint az Adobe Premiere Pro-ban. Ilyenkor a videó egy sávot jobb kattintással Move Track Up gombbal lehet felcseréltetni a pozíciót. Hogyha több videó sávod van, akkor mindig egy lépéssel megy följebb vagy lejjebb. Abban az esetben, hogyha több videósávod van, akkor az alsó felfele mozgatásával viszont lehet csinálni egy harmadikat. Ha a timeline-hoz több videófájlt adsz hozzá, amelyeknek külön-külön van hangsávja, akkor, hogyha azt legfölülre szúrod be, akkor az újonnan beszúrt videófájl hangsávja a hangsávok között legalúra kerül. A hangsáv a videófájllal, tehát a kép sávval mindig együtt mozog, mindaddig, amíg ők egymáshoz rögzítve vannak. A jövőben következő videókban meg fogom mutatni, hogy hogy lehet lecsatlakoztatni a hangsávot a képsávról. Egy további rendkívül idegesítő tulajdonsága a DaVinci Resolve-nak, hogyha egy képet vagy egy rövidebb klippet ki szeretnétek törölni a timeline-ról, és a Delete, tehát törlés gombot használjátok, akkor a fölötte lévő sávokat eltolja a törléssel egy időben. A megoldás az, hogyha ezt szeretnétek elkerülni, akkor a backspace, ugye egy karakter törlés visszafele gombot az Enter fölött kell használni a klippek és fotók vagy sávok törlésére. A DaVinci Resolve nem hagyott föl azzal a nagyon undorító hagyományával az Adobe Premiere Pro-nak, hogy rendkívül bonyolult és elrejtett billentyű kombinációkat használ
alap funkciókhoz. Ezzel gyakorlatilag rémálommá téve a sima vágást. Ezért én mindenkinek azt javaslom, hogy használjon valamilyen kiegészítőt. Én a képen látható G13-as Logitech Game Controllert használom videóvágáshoz. Ennek minden gombja programozható, valamint több üzemmód is beállítható, amivel gyakorlatilag duplázható, triplázható a gomb kombinációk lehetősége. Amennyiben nem szeretnétek külön game controllert használni, megmutatom számotokra, hogy hol tudjátok beállítani a billentyű kombinációkat, és azokat átállítani más billentyűkre, mint a gyári beállítás. Ehhez bal oldalt fönt a DaVinci Resolve gombra kattintva Keyboard Customization gombra kell kattintani. Ebben a menüben lehet beállítani az összes gombkombinációt. Ezen az oldalon többféleképpen tudtok keresni. Egyrészt le tudjátok nyomni a módosító gombokat, illetve meg tudjátok nyomni a hozzátartozó billentyűt, és alul ki fogja írni, hogy az a parancs milyen funkcióval áll, mi a neve, és itt jobb oldalt pedig meg tudjátok változtatni a billentyű hozzárendelést. Ugyanez működik akkor is, hogyha a billentyűzeten nyomjátok meg az adott billentyű kombinációt, jelen esetben a Ctrl D-t nyomom, és itt alul ki tudjátok választani, hogy az melyik funkcióhoz tartozik. Mielőtt tovább mennénk, nagyon fontos, hogy itt a nyíl alatt láthatóak az eddigi beállítások. Van egy Adobe Premiere Pro nevű beállítás is, de nem feltétlen követi az összes gombkombinációt, amit esetleg az Adobe Premiere Pro-ból már ismertek. A három pontra kattintva tudtok egy új beállítást elmenteni, ahova utána a különböző módosításaitokat elmenti a program. A következő keresési mód az pedig a search mezőbe történő parancs beírás, például beírom, hogy trim, és az addig, amíg az all commands ki van választva, addig ki fogja listázni az összes parancsot, beállítást, aminek a nevében benne van az, hogy trim. Vigyázat, lesznek olyanok, amik nincsenek lenyitva, és ezért lehet, hogy nem találjátok meg a keresett parancsot. Fontos, hogy amennyiben magyar billentyűzetet használtok, nálam a sima vágásgomb, ami a kurzornál található ponton ketté vágja a timeline-t, hogyha a billentyű kombinációban magyar ékezetes betűt használtok, jelen esetben át, akkor azt a szoftver nem fogja feltétlen felismerni, és amikor megnyomjátok a gombot, nem látjátok, hogy valójában melyik billentyűre mutat, csak azt látja, hogy a kontrollal és egy másik billentyűnek kombinációjával érhető el. Mégis az ilyen beállítást hogy tudjátok megtalálni? Ugye tudjuk, hogy a timeline-on szeretnénk változtatni, és kicsit legörgetve, ugye ez a lista ABC sorrendben igyekszik megmutatni magát, a split clip-nél látható, hogy a Ctrl A betű van beállítva, illetve a Ctrl backslash. Ha jól emlékszem, akkor a DaVinci Resolve-nak a Ctrl Backslash a gyári beállítása, ehhez adtam én hozzá a Ctrl A-t. És ugye ennek a billentyű kombinációnak a hatása az, hogy amennyiben ki van választva egy klip, akkor csak azt, viszont ha nincsen kiválasztva, és nincs piros keretben egyik klip sem, akkor mindent átvág az adott kurzornál.
Amennyiben szeretnénk, hogy egy sáv ne vágódjon át, de nem akarunk klippeket egyenként kiválasztani, akkor a Lock Track gomb megnyomásával az adott sáv lezáródik, és anélkül, hogy ki lenne bármi választva, minden mást átvág, de a lezárt tracket nem. Vigyázzatok, hogyha az adott trackhez, videótrackhez hangsáv is tartozik, érdemes azt is külön lezárni, mert hogyha csak a videósáv van lezárva, akkor a hangsáv trackjét is át fogja vágni a split clip parancs. Ugye minden beállítást a Ctrl Z megnyomásával lehet visszavonni. A következő egyszerű parancsot az Adobe Premiere Pro felhasználók ismerik jól, méghozzá a kurzortól balra, vagy a kurzortól jobbra vág el mindent, és dobja el azokat a részeket. Ezt én nyilván a Game Controlleren külön gombra állítom, de például, hogyha megnyomjuk azt, hogy minden dobjon el balra, akkor elvágja a sávot, a klippet, és minden, ami balra van, azt eldobja. Ugyanúgy meg lehet ezt csinálni egy másik billentyű kombinációval, hogy jobbra dobjon el mindent. De több sávon keresztül is működik a parancs. Most balra fogok eldobni mindent. Ctrl-Z-vel visszavonunk mindent, és most megmutatom nektek, hogy hol találjátok meg ezt a funkciót. Megint csak DaVinci Resolve, Keyboard Customization, a parancs neve End to Playhead és Start to Playhead. A Start to Playhead balra dob el mindent, a gyári beállítás a Ctrl-Shift kockás zárójel nyit, ezt én hozzá lehet adni itt a plusz gomb megnyomásával, egy új gombot átállítottam a Q betűre, illetve az End to Playhead jobbra dob el mindent, gyári beállítása a Ctrl-Shift kockás zárójel bezár, amit én hozzáadtam még a W betűt. A G4 gombom a Slice, mellette a jobbra vágjon el mindent, balra mellette pedig a balra vágjon el mindent. A K betű a lejátszás megállítása, L betűvel jobbra indítod el a lejátszást, tehát előre, a J betűvel pedig visszafele indítod el a lejátszást. Ami azonos az Adobe Premiere Pro-ban és a DaVinci-ben, DaVinci Resolve-ban, hogy ahányszor megnyomjátok az L, illetve a J gombot, annyi szoros sebességgel fogja lejátszani a videót. Tehát megnyomom az L betűt, egyszeres sebességgel játsza le, még egyszer megnyomom az L betűt kétszeres sebességgel, még egyszer akkor pedig négyszeres sebességgel játsza le a videót. Ugyanígy működik visszafele is, J betű egyszer, egyszeres sebességgel visszafele játsz le, még egyszer megnyomod, akkor kétszeres, ha még egyszer megnyomod, négyszeres sebességgel játsz le. A szorzó itt látható a visszanézési képernyő alatt, figyeljétek az egér kurzort, egyszeres, kétszeres, négyszeres, nyolcszoros, 16-szoros. Ha több videósávotok van, és nem szeretnétek hallani az egyik videósávnak a hangját, akkor az M gombra kattintva lehet lenémítatni az adott videósávot. Ez lejátszás közben is ki- és bekapcsolható. Felhívom a figyelmeteket, hogyha egy sáv le van így némítva, akkor a renderelésnél is a teljes sáv néma lesz. Amennyiben szeretnétek a teljes videót látni egy képen, akkor erre a nagyító Full Extend Zoom-ra kell kattintani. Ilyenkor látjuk a teljes timeline-t. Van egy Detail Zoom-unk,
Illetve vissza lehet térni az előzőleg beállított egyedi zoom méretre, amit a plusz és mínusz gombokkal megnyomásával lehet állítani. Ugye beállítjuk úgy a zoomot, hogy a videó logó még látszódjon, ha teljes zoomra megyünk, akkor látjuk a teljes timeline-t, hogyha részletre megyünk, akkor nagyon ráközelít, viszont hogyha a custom zoomra kattintunk, akkor visszatér az utoljára beállított, plusz és mínusz gommal beállított zoom fokozatra. A következő részekben meg fogunk ismerkedni az effektekkel, valamint a kép átméretezésével, az úgynevezett inspektor ablakkal, valamint később foglalkozni fogunk hangbeállításokkal, a Fairlight beállításaival, majd a legvégén a renderelés ablakkal, annak funkcióival. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!